sérült fiatalok nemzetközi találkozója. Az ökoparkban gyűltek össze a fogyatékkal élők. 35 éves a mozgáskorlátozottak egyesülete, közgyűléssel ünnepeltek. Kulturális örökség napjai, idén is csatlakozott városunk az országos programhoz. Köszöntöm Önöket! A Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Mintegy 120-an gyűltek össze a sérült fiatalok nemzetközi találkozójának közelmúltban. Az ökoparkban tartott eseményen többek között íjászat, ladikozás és karikás ostor bemutató is várta a résztvevőket. 15. alkalommal rendezik meg a már hagyományosnak mondható sérült fiatalok nemzetközi találkozóját. Idén újra szabadtéren, Dunaszigeten az ökoparkban. A fogyatékkal élők nappali intézménye minden rendezvény alkalmával igyekszik olyan programokat kitalálni, amelyekkel felhívhatják magukra a figyelmet, és egyben hasznos tapasztalatokkal gazdagodhatnak a naposház lakói. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen szoros kapcsolat alakult ki osztrák testvérszervezettel. Köszönöm szépen Péternek is, hogy újra és újra elhozza a fiatalokat hozzánk. És ahogy elmondta, ők is nagyon várják, szinte egész évben téma az, hogy mikor jönnek Moson-Magyaróvárra. És nagyon örülünk, hogy mindig olyan programot tudnak eszterék összeállítani, ami érdekes mind a mi fiataljaink, mind önök számára. Az idei találkozó a magyarok nyilaitól elnevezést kapta, így stílszerűen népi tánc és karikás ostor bemutató, lovaskocsikázás, illetve íjászat is várta a fiatalokat, sőt megpróbálkoztak a ladikozással is. Az ebédet pedig a mosoni polgári kör készítette el számukra. Körülbelül 120-an vagyunk jelen. Külföldről, Ausztriából érkezett a társintézményünk, a bentlakók és a dolgozók. Itt van az Éltes iskolának a diáksága és a tanáraik, itt van a naposháznak a teljes létszáma, illetve azok a sorstársak, akik Moson-Magyaróváron és a kistérségben élnek. Illetve meghívást kaptak most már sokadik éve a Kossuth Lajos gimnázium diákjai, ők közösségi szolgálat keretében dolgoznak itt velünk, de évek óta egy bázisa a programjainknak ez a diákság. Fentül a csikós a lóhátán, bal kezébe fogja a lónak a gyeplőjét, jobb kezével pedig hajtja a ménest. Az osztrák testvérszervezet lakói és dolgozói már a kezdetektől minden évben ellátogatnak erre a találkozóra. Békés Péter elárulta, attól különlegesek ezek a közös programok, hogy a nyelvi akadályok ellenére is nagyon jó kapcsolatot tudtak kialakítani egymással, és évközben is gyakran kérdezik az osztrák fiatalok, mikor jöhetnek el újra Moson-Magyaróvárra. Egyszerűen a társaság nagyon jó, a környezet nagyon jó. A rendezvényeken a programok mind olyanok voltak eddig, amik a mi klienseinket nagyon érdekelt. Tehát minden, ami kell, itt volt. Ezért jöttünk. Az elején persze úgy indult az egész, hogy fociztak a fiúk, és aztán ez így fejlődött, és most itt tartunk. A naposház dolgozói a jövőben is azon dolgoznak, hogy a fogyatékkal élőket még inkább be tudják integrálni a hétköznapi életbe, bebizonyítani azt, hogy ők is képesek elvégezni többek között háztáji munkákat is. Ezt tanulták a fiatalok a nyári fogyasztható tábor keretében is, szeptembertől pedig 6 fiatal a próbamunka program keretében segít majd az ökopark gyógynövény ültetvényének gondozásában. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Mozgáskorlátozottak Moson-Magyaróvári Egyesülete pénteken a Flash központban. A jeles eseményre a Mékuti Egyesület tagjai is ellátogattak városunkba. 43 mozgásfogyatékos személlyel alakult meg 1981-ben a Mozgássérültek és Korlátozottak Egyesülete Moson-Magyaróvár. A tagtoborzás 1982-ben kezdődött, az év végén 160 fő nyilvántartott tagja volt az Egyesületnek. Olvasható abban a jubileumi kiadványban, amit a Mozgáskorlátozottak Moson-Magyaróvári Egyesületének 35. évfordulója alkalmából mutattak be pénteken. Palkovics Gusztáv kollégám a szerzője, társszerzője ennek a könyvnek, ugyanúgy, mint ahogy a korábbinak is ő volt a társszerzője. Szerintem a fényképeknek mindenki örülni fog, annál inkább is, mert ha meglátja magát a képeken, ezeken a színes fotókon, akkor nyilván örülni fog neki.
Az elmúlt 35 évet hivatott megünnepelni az a közgyűlés, amit a Mozgáskorlátozottak Egyesülete tartott pénteken a Flash központban. Ez alkalomból Árvai István köszöntötte az összegyűlteket, majd ünnepi beszédében megköszönte az elnök úr munkáját, és mint a polgármester kiemelte, nevük ellenére a Mozgáskorlátozott Egyesület az egyik legaktívabb civil szervezete a városnak. Mindenki tudja, aki részt vett egy ilyen szervezetnek a mindennapi életében, mindennapi életének a megszervezésében, hogy ez micsoda lemondást és micsoda törődést igényel, és én nagyon remélem, hogy ezeknek a nagy embereknek lesznek megfelelő utódai, hiszen ez a város túl kell, hogy élje mindenkinek az egyéni ambícióit, és fejlődnie kell akkor is, akkor már nem mi fogjuk ezeket a dolgokat művelni. A köszöntő után a polgármester egy emléklapot adott át az Egyesület elnökének, ezzel is megemlékezve az elmúlt 35 évről. Köszönöm szépen! Az ünnepi megemlékezés után az Egyesület titkára, Sztranyovszky Attila köszöntötte azt az 5 tagot, köztük az elnököt is, akik 35 évvel ezelőtt a megalapításban is részt vettek. Ezután a Mékuti testvérszervezet tiszteletbeli tagjává fogadta 10 Józsefet, amiről egy emlékplakettet is átadtak. Az ünnepi megemlékezések és beszédek után az Egyesület énekkara egy őszi dalcsokorral készült. A Mozgássérültek Mosonmagyaróvári Egyesülete valóban a város egyik legaktívabb szervezete. Bizonyítja ezt az is, hogy folyamatos kirándulásokat szerveznek a tagoknak. Az elmúlt 5 év alatt 22 programon vettek részt, és jártak már közösen többek között Budapesten, Forchensteinban, hajókáztak a Fertőtavon, vagy éppen Mélykuton a Mozgáskorlátozott Egyesület jubileumi ünnepségén vendégeskedtek. Idén is csatlakozott városunk a Kulturális Örökség napjai országos rendezvénysorozathoz. A Hansági Múzeum szeptember 17-én és 18-án várja az érdeklődőket programjaival több helyszínen. Az épített örökség megőrzésére hívja fel a figyelmet az a programsorozat, amelyhez Magyarország 1999-ben csatlakozott. Azóta rendezik meg hazánkban a Kulturális Örökség napjai elnevezésű rendezvényt, amely célja, hogy az embereket megismertessék és közelebb hozzák a műemlékekhez, kulturális örökségekhez. A Hansági Múzeum már évek óta csatlakozik minden esztendőben ehhez a rendezvény sorozathoz, és ez remek alkalmat kínál arra, hogy egyrészt magát a múzeumot, a múzeumi épületeket, illetve néhány más fontos emlékre is ráirányítsuk az érdeklődők figyelmét, illetve megnyissuk ezeket. Több érdekes programmal készül a Hansági Múzeum a rendezvényre ebben az esztendőben is, amelyhez hagyományosan a város több szervezete is csatlakozik. Idén például a katasztrófavédelmi kirendeltség, amely a Tűzoltó Múzeumban szervez tárlatvezetést Szilágyi János alezredes irányításával. Az egykori főhercegi malom és serfőzde épületének a meglátogatása, ezen belül elsősorban itt a malomra gondolhatunk, amelynek bizonyos berendezései még a helyszínen láthatók. Ezt a rendezvényt minden esztendőben nagy érdeklődés kíséri, és több turnusban tudjuk csak megnézni a malom belsejét. Ezen túlmenően az idei esztendőben a Csellei Ház történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, a padlástól a pincéig, vagy fordítva, és az épület több évszázados történetébe kapnak beavatást. Egy másik nagyon népszerű hely a Szent Gotthárd plébánia templomban található Habsburg kripta, a főhercegi sírbolt, amelynek egyrészt a történetével, másrészt pedig az ott eltemetett Frigyes főherceggel és nejének életével ismerkedhetnek meg a látogatók. A programok szeptember 17-én 13:30-kor kezdődnek a Tűzoltó Múzeumban, és késő délutánig tartanak, majd másnap 15 órától a mosoni zsidó temetőben zárul.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Moson-Magyaróvár város önkormányzata keresi azon még életben lévő túlélőket, tanúkat, akik az 56-os Moson-Magyaróvári sortűz idején a határőr laktanyánál személyesen jelen voltak, az ott történteknek részesei, áldozatai lettek. A kezdeményezés célja, hogy október 23-án egy közös ünnepi találkozással emléket állítsanak azoknak, akik már nem lehetnek közöttünk. Az érintettek a titkarság@mosonmagyarovar.hu e-mail címen, vagy a 96-os körzetszám 577-805-ös telefonszámon jelentkezhetnek 2016. szeptember 26-áig. Az elmúlt hétvégén Szlovákiában rendeztek rangos nemzetközi evezős versenyt. A Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesület evezős szakosztálya 15 fős csapattal vett részt a Sintava regattán. A megmérettetésen evezőseink a 3 bronz és 6 ezüst érem mellett 4-szer felállhattak a dobogó tetejére is, mondta el a médiacentrumnak Posgai Pálma felkészítő edző. Néhány mondatban az időjárásról. Holnap ismét meleg, nyárias időre számíthatunk. Az előrejelzés szerint kevés az esély a csapadékra. A hőség továbbra is megmarad, napközben 31 fokos csúcshőmérsékletet mérhetünk. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Most a Hírháttér című műsorunkat nézhetik meg, amelynek vendége Benesz Jánosné, a Nők a Városért Egyesület elnöke lesz, majd a Székely Konyha következik. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!